Új NATO fegyverrendszerek érkeztek Ukrajnába, közöltett tegnap este az ukrán elnök, aki egyúttal még több, még erősebb fegyvereket kért nyugati szövetségeseitől. Ezekről már pénteken dönthetnek a fegyverszállításban résztvevő országok. Közben Dél-Korea is jelezte, hogy kész fegyvereket adni Ukrajnának. Az orosz vezetés arra figyelmeztette az országot, hogy ezzel a konfliktus résztvevőivé válnak. Rommá lőtt, kihalt házak, járhatatlan utak. A több mint egy éve dúló háború a felismerhetetlenségig átformálta a kelet-ukrajnai települések látképét. A norvég közszolgálati televízió forgatócsoportja a héten egészen a frontvonalig merészkedett. 2,5 kilométernyire vannak tőlünk az ellenséges alakulatok állásai. Itt a fronton ez már biztonságos távolság. A mesterlövészek ilyen messziről már nem tudnak ránk lőni. De a drónok és az ágyuk még elérnek idáig, mondja higgadtan a stábot vezető ukrán tiszt. A tűzvonalak megmerevettek, nem csak itt, hanem a front csak nem teljes, 1000 kilométeres hosszán. A katonák mindkét oldalon a parancsra várnak, hogy megkezdjék a tavaszi hadjáratot. Nem tudjuk pontosan mikor, de hamarosan elkezdődik, addig is teljes készültségben vagyunk, mondja ez a katona. Az ukrán elnök a fehér-orosz határnál tartott szemlét szerdán, és kitüntetéseket adott át a határőröknek. Az ukrán vezérkar közölte, már javában zajlik az átfogó offenzíva előkészítése, de a hadjárat kezdetét csak a csapatmozgások fogják jelezni. Hivatalos bejelentés nem lesz, figyelmeztettek. A határról Kijevbe tartó úton felvett, szerda éjjel közzétett videóüzenetében Volodymyr Zelenszky arról beszélt, a legnehezebb helyzetben a Donyeck és Luhanszk megyékben harcoló alakulatok vannak. Mindent megteszünk, hogy megerősítsük Ukrajna védelmét az orosz támadásokkal szemben. Nagyon komoly légvédelmi rendszereket kaptunk, hogy megvédjük az ország légterét. De ennél is erősebb fegyverekre lesz szükségünk, és bízom abban, hogy meg is kapjuk ezeket, mondta az ukrán elnök, utalva egyrészt az Ukrajnába előző nap megérkezett Németországból küldött Patriot rakétarendszerekre, másrészt az Egyesült Államok kormányának legfrissebb bejelentésére. A Pentagon szerda este közölte, újabb 325 millió dollár értékű csomagot küld Ukrajnának, kiegészítve ezzel a két héttel korábban megígért 2,6 milliárd dolláros fegyverküldeményt. A legújabb szállítmányban főként lőszerek és rakéták lesznek. Lloyd Austin, amerikai védelmi miniszter abban bízik, hogy Ukrajna nyugati szövetségeseinek péntekre tervezett Ramsteini találkozóján további felajánlások is érkeznek majd. De váratlan helyről is segítséget kaphatnak az ukránok. A dél-koreai elnök szerdán bejelentette, ha az ukrán civileket nagyobb támadás éri, országa felülvizsgálhatja álláspontját, és a humanitárius segítségen túl fegyverekkel is támogathatja Ukrajnát. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy Szöul kifejezetten ellenséges pozíciót vett fel Oroszországgal szemben. Nem ez az első ilyen eset, és biztosak vagyunk abban, hogy a nyugat újabb országokat is megpróbál majd közvetlenül bevonni a konfliktusba, kommentálta a hírt az orosz elnök szóvivője. Dmitrij Peszkov hangsúlyozta, a fegyverszállítmányok elindításával Dél-Korea is részesévé válik a konfliktusnak. Mindeközben az orosz diplomácia első embere, Szergej Lavrov a déli féltekén turnézik, hogy megerősítse Oroszország és a latin-amerikai országok közötti szövetséget. Az orosz külügyminiszter a venezuelai elnökkel tárgyalt Caracasban szerdán. Csütörtökön már Nicaraguában járt, ahol a két ország közötti gazdasági együttműködés megerősítéséről tárgyalt.